Nagy szeretettel köszöntjük a televízió nézőket Hangvilla című magazin műsorunkban. Hangvilla című magazin műsorunkban pedig nagy szeretettel köszöntöm Esze Tamás gitáros előadó művészt, akivel azért most már hosszú-hosszú idők óta visszatérő módon beszélgetünk, sőt, ma kiderül majd, hogy együtt is zenélünk. Néhány dalt és néhány taktust együtt közösen eljátszunk majd. Szóval még egyszer hát szeretettel köszöntünk mindenkit, és főleg azokat a kedves televízió nézőket, akik bármilyen módon is kedvelik és szeretik a blues zenét. Legutóbb, mikor itt jártatok nálunk tanári zenekaroddal, akkor a jazz volt az irány, a jazz volt az első számú tétel, amiről beszélgettünk. Nyilvánvalóan nagyon kevés időnk volt arra, hogy a jazz zenéről egyáltalán bármit is elindítsunk, aztán belehoztuk ugye a gitárodat, bemutattuk a televízió nézőknek úgy nagyjából a gitár felépítését, és próbáltunk sok-sok mindenről beszélgetni, ami abban nagyon kevés időben belefért. Viszont ma ugrunk tovább, vagy majd mindjárt kiderül, hogy visszafelé-e, hiszen majd ezt is ugye azonnal rendbe kell rakni. Ma a blues zenéről fogunk beszélgetni, engedj meg egy bevezetőt. 60 akárhányban Angliában egy rajongó a következő feliratot fújta a falakra: Clapton az Isten. Ugye ezt azért jól tudjuk és érezzük, főleg akik bármilyen módon is hitben járó emberek, hogy nyilván ezzel nem kell egyetérteni. Maga Eric Clapton sem értett vele egyet, hiszen ő mondta, hogy ő szeret gitározni, de nem érzi magát Istennek. De nem véletlen volt ez a megszólítás, nem véletlen volt ez a titulus, hiszen azt mondjuk mind a mai napig, hogy a világ egyik legjobb blues gitárosa. Eric Clapton az egy nagy kedvencem, az előadó, aki a blues-t nagyon szépen ötvözte össze most a poppal, a rockzenével és sok-sok mindennel. Na ma a blues lesz a témánk, nem véletlenül beszélek róla ennyit. Zsolt, te hogy állsz? Tamás, te hogy állsz? Összekeverlek a testvéreddel azonnal. Hogy állsz a blues zenével és a blues zenéhez? Én nagyon szeretem a blues zenét. A tradicionális blues zenét keveset játszottam életemben, és nem is mondom magamat egy igazi tradicionális blues gitárosnak. Ugye hát a pályám specialitásából adódóan, ugye én mindig arra törekedtem, hogy univerzális gitáros legyek, tehát megálljam a helyem lehetőleg minél jobban mindenféle fajtájú és stílusú zenekarban és produkcióban, de nagyon-nagyon szeretem a blues-t, és sokszor játszom is, hogyha tehetem, az improvizációs motivumaim között is, illetve a gondolkodásmódomban is nagyon sok szerepet tölt be a blues gitározás, és sokan mondják, hogy blues feel-lel játszom, tehát egy ilyen blues érzéssel játszom a jazz szólókat is. Igazából most említetted, hogy... Ez bocsáss meg, ezt pejoratíve mondják? Nem, egyáltalán nem. Egyáltalán nem, hát most az, hogy mennyire dicsérnek engem, vagy nem, azt nem tudom megmondani, de mindenféleképpen a jó feeling, a jó íz, az mindenképpen egy dicséret. Aha. Sőt, ugye hát a könnyű zenész szakmának, ugye a jazz részében meg van egy ilyen, hogy van fül, vagy nincs fül. Hogy valakinek jó füle van a zenei improvizációhoz, az mindenképpen egy dicséret. Aha. Nem véletlenül kérdeztem. Vannak műfajok, amiket szerintem teljesen indokolatlan és alaptalanul megvádolnak. A countryra azt mondják, hogy elég bele mindösszesen két akkord, a rock'n'rollra azt mondják, hogy a rock'n'rollt azok a fehérek kezdték el játszani, akik nem tudtak blues játszani. A blues zenére pedig azt mondják, hogy a legalapabb műfaj, és hát már néha-néha ilyen degradáló módon beszélnek a blues zenéről. A blues zenéről annyit azért tudni kell, hogy állítólag a legendák szerint a gyapot szedő munkák, színesbőrű munkások, hát mondjuk úgy, hogy ütemes kántálása eredményezte a blues zene lüktetését, és aztán ez nyilván ugye ment tovább, ízekre lehet szedni a blues zenét, rengeteg irányultsága van. Szóval azért kérdeztem, mert hogy néha ok nélkül vádoljuk a blues-t, hogy milyen egysíkú, pedig egyáltalán nem. Egyáltalán nem, sőt, ugye kronológiai sorrendben a blues, a zenetörténeti sorrendben a blues az első olyan műfaj, amelyik megjelenik, és aztán bármennyire hihetetlen, az összes létező mai könnyű zenei műfaj a blues-ra vezethető, vissza. Igen. Még a gyapotszedés előtt retehető a blues története, ugyanis ez az afrikai népzene.
Tehát az afrikai népi motivumok, ugye hát azok természetközeli népek voltak, ugye nem volt nekik pitagórászuk, aki kidolgozta ugye ezt a mai használatos törzshangsort, ugye azzal a kis csalásával, a pitagórászi kommájával, de hát ez egy, ugye egy hosszabb történet, hanem ők nekik ugye simán olyan hangkeltő eszközeik voltak, amik a természethez a legközelebb álltak, és ők a természetből vett hangokon ugye énekeltek, és a természetből vett ugye ritmusokkal dolgoztak ugye a saját népzenéjükbe, ami ugye távolról sem nevezhető primitívnek. Hát tény, hogy az olasz és a német legnagyobb klasszikus zenei mesterek azért sokkal bonyolultabb összefüggések szerint komponálták a műveiket, de például azt a fajta szabadságot, azt a fajta lazaságot, azt a fajta ezt az offbeat technikát, szóval, hogy tényleg benne van ez a lazaság, ez a könnyedség. A bluesban elfogadható a koszos játék, ugye? Így van, hát ez a piszkos. Van, persze, szokták is mondani, hogy koszos, piszkos. Egyébként visszatérve, a blues zene rendkívül színes, sőt a country is rendkívül színes. Én szerencsére 8-szor voltam az Egyesült Államokban, és Kaliforniát átutaztam töviről hegyire, és folyamatosan végig countryt hallgattunk, meg az egyetlen rádió volt, amit megtaláltam. És borzasztó jó zenék, tehát nagyon élveztem, mondjuk 6 óra után már kezdtem egy én is ugye unni, de embertelen jó zenék vannak, és nagyon-nagyon változatos, színes világ, és a bluesban is ugye rengetegféle lehetőség rejlik, pláne ugye azután, miután a gyapot szedés közben ugye a munkadalokból és a hirtelen ebből a feleletválasztós, klasszikus értelembe vett néger afrikai népzenéből, ugye hirtelen ugye egyházi hatásra lettek spirituálék, és aztán utána lett belőle a jazz műfaj, mint amolyan, és nem hogy a néger zenészek tanultak a fehérektől, hanem pont fordítva, a klasszikus zongora művészek, mint például Gershwin, ő saját magáévá tette ezt a dolgot, és beleépítette a saját ugye klasszikus műveltségébe, és ezáltal borzasztó nagy fejlődésnek indult a zene. Mi a legnagyobb szeretettel beszélgetünk a blues zenéről, de nem akarjuk megfejteni a világ csodáit. Hát hiszen ugye nálunk azért, legalábbis én most magamról beszélek, bizonyára sokkal több szakavatott ember van, aki a blues zenéről talán mélyen szántóbban, talán még komolyabban tudna beszélni, de mi azért vettük a bátorságot, mert szeretjük ezt a műfajt, tehát kimondhatjuk, hogy szeretjük ezt a műfajt. Na, a blues zene legkarizmatikusabb, legegyértelműbb hangszere a gitár. Szerintem, ha valaki azt mondja, hogy blues zene, akkor azon a nyúl valaki a gitárjáért, és elkezdi játszani. Nálad van egy gitár, próbálj meg, mutass nekünk egy olyan blues sémát, vagy egy olyan blues technikát, amit mondjuk azt mondjuk, hogy a gitárosok, ha bemennek hozzád az iskolába, akkor minimum kell, hogy tudjanak. De legalábbis előbb-utóbb megtanulják. Igen, hát onnantól kezdve, hogy az akkordokat le tudják fogni, onnantól kezdve tény is való, hogy nálam is úgy indul, hogy na, akkor tanuljunk egy blues kört. Ugye a blues zenével azt tudni kell, hogy indult el az a fajta zenejátékmód, hogy megvan egy akkordkör, aminek van egy eleje, van egy vége, és ott nincs vége a darabnak, tehát mint a klasszikus darabnak, hogy... Játszunk egy blues kört. Játszunk egy blues kört. Én előveszem a gitárt. Hanem az ismétlődik, és folyamatosan ugye minden kör ugye ugyanarra az akkordmenetre épül, és ki lehet fejteni improvizációban. Legyünk E-ben. Jó, legyünk. Egy blues kör, vagy is hívjuk annak, én megpróbáltam a mestert lekövetni, szóval, és
Ez az, amit gyakorlatilag a tanítványok pillanatok alatt meg kell, hogy tanuljanak, hiszen igen, ebből építkezünk, és ebből lépünk tovább, vagy ebből lépnek tovább a gitárosok sok és irányban. És itt ugye az is nagyon érdekes, hogy a fülünket meg kell tanítanunk a különböző ilyen funkciós érzetekre, ami azt jelenti, hogy ha egy akkordot lefogunk, akkor az valamilyen hatást vált ki belőlünk, és pláne, hogyha ilyen környezetbe, tehát egymás környezetébe halljuk az akkordokat egymás után, akkor különböző funkciókkal nevezhetjük el, és különböző funkciós hatást tulajdoníthatunk egyes akkordnak. Tehát ugye nem véletlen, ugye van a tonikai, a nyugvópont, itt ugye az E dur volt a nyugvópont, le is tetted, és akkor észleltem, hogy ennek vége szakad, és ez általában, ezek olyan egyszerű funkciós mozgások, hogy még a laikus ember is tökéletesen hallja, hogy most feszültségkeltésről van szó, most csúcspontról, ami ugye a domináns funkció, vagy éppen megérkeztünk a tonikai funkcióra, ami ugye a nyugvópont, és előről mehet az egész. Tanár úr, beiratkozhatom önhöz blues gitárt tanulni? Mert ugye hát azért az mondjuk el a kedves televízió nézőknek, hogy én sosem tartottam magam gitárosnak, én ilyen kutyaütő gitáros vagyok, de lehet, hogy ezek után majd blues gitározást fogok tanulni Esze Tamástól, de bárhogy is, most nézzünk meg egy dalt, ezt a dalt közösen produkáltok, ez egy minden szempontból azt hiszem tradicionális bluesnak hívható, a Sweet Home Chicago című dal, amit egyébként szerintem nincs olyan blueszenész, akár színesbőrű, akár fehérbőrű, aki ne dolgozott volna fel valamilyen módon, én például nagyon szeretem Eric Claptontól, de a Blues Brothers című filmben is felbukkant ez a dal, szóval jöjjön most tőlünk egy közös produkció, utána pedig folytatjuk tovább a beszélgetést. Hangvilla, ne csak hallgasd, nézd is! Same old place where sweet home Chicago.
Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. Kedves televízió nézők, hölgyeim és uraim, folytatjuk tovább Hangvilla című magazin műsorunkat. A Hangvillába kettő gitár előkerült a beszélgetésbe, de egy mindenképpen az előző felvételben, Sweet Home Chicago, ezt a dalt láthattuk az előbb. Én azt hiszem, hogy ez is egy közös kedvenc, tehát abszolút. Mindenképpen elmondhatjuk, hogy ez az a dal, amit, ahogy az előbb is mondtam, nagyon sokan földolgoztak, és biztos, hogy te is van olyan előad, akitől kimondottan kedveled. Én ugye említettem Eric Claptont, akitől ezt nagyon-nagyon szeretem, ezt a dalt. És ma a blues zenéről beszélgetünk, és ott tartottunk az előbb, hogy hát a blues kört próbáltam meg leimitálni, illetve te játszottál rá egy szólót. Ugye ezt is jó, a rendbe tesszük, és a zene után érdeklődőknek mondjuk el, hogy én játszottam az akkordokat. Igen. Nem is tudom, melyik adás után valaki felhívott, hogy ez milyen jó ez a műsor, hogy annyi mindent megtudnak belőle, amit nem is gondoltak volna a zenéről, és például a hangszerekről. Úgyhogy akkor gyorsan tegyük is rendbe, hogy én játszom az akkordot, tehát mondjuk egy blues, egy tipikus blues akkord, ugye az E, tehát a legtöbb blues. Hát, mondjuk akár, igen. Akár lehet az is, de mondjuk tipikus és blues akkord lehet akár a G is. Igen. Mondjuk mi most hívjuk az E-t tipikus blues akkordnak. Tehát ez az akkord, amit én játszok, és ha igen. Tamás elkezd erre szólózni, akkor mindjárt ki fog derülni, hogy mi az, amit úgy hívunk, hogy szóló. Igen, ennek kétféle lehetősége van, vagy ugye az E, lá, pentaton hangsoron elindulok fölfelé vagy lefelé, attól függ, hogy milyen motivumot. Én most csak E-ket fogok játszani. És itt már jön a váltás. Igen. Itt már jön a váltás, amit nem baj, hogyha mondjuk tempóban tesznek meg a zenészek, az majd egy következő műsor beszélgetése lesz a tempó, de ott lehet, hogy Csorba Petit is behívjuk már abba a műsorba. Szóval a blues és a gitár találkozásáról beszélünk, de nyilván testvéred, akivel itt a műsor elején össze is kevertelek hirtelennében a nevek tekintetében, szóval Zsolt, ő például a zongorista, remek zongora művész, és azért a blueshoz például a zongora is nagyon közel áll. Persze. Szépen kiegészíti egymást a gitár és a zongora a blues zenében, ugye? Igen, így van. Hát tulajdonképpen minden hangszeren lehet blues-t játszani. Annyi van, hogy ugye a zongora az egy temperált hangszer, tehát ott ezeket a koszos hangokat, ami majdnem kisterc, de mégse kisterc, azokat nehezebb játszani, a hajlításokat, ilyesmit. Aha. Ugye, hát ehhez van ez a kis henger, amivel lehet úgy operálni, de mondjuk az a zongora hangszínen az nem, nem annyira jó. Szóval azt kell tudni a bluesról mindenféleképpen, hogy ugye ez a mai zenei rendszerünk, ez a temperálás, ez az egész törzshangsor, amit használunk, ez gyakorlatilag ez a természeti jelenségek egy nagyon minimálisan eltorzított része. Azért, hogy ugye periódikusan kijöjjenek az oktávok, és ne kelljen állandóan matematikai számításokkal játszani, és hogy tökéletesen tisztán szóljanak az akkordok. De ugye az afrikai népzenében ezek nem álltak rendelkezésre, tehát ott abszolút a felhangsor a természeti jelenség szerinti vonatkozásában használandó. Tehát a felhangsorban viszont ugye kis szeptim található, tehát ugye minden ez már, kedves televízió nézők, az online oktatás része, úgyhogy nagyon figyeljenek. Minden igen. Egyes akkord ugye kis szeptimmel van játszva, ami néha azért szokatlan lehet pláne az európai füleknek, de ez a bluesnak a jellegzetessége, hogy ott a tonikán is, ugye a nyugvó ponton is kis szeptimet használunk, és mindig van egy ilyen kis vibrálás a levegőbe, meg pláne ezek a koszos, ezek a blue hangok, ezek a blues hangok, ugye mindig van benne ez a kis kosz, amit te is említettél, és ettől olyan jó ez a zene, pláne ugye a ritmikája. A blues az érzelmeinkre alapoz, ugye? Tehát a zene alapvetően az érzelmeinkre alapoz, de a blues zenére külön elmondhatjuk, hogy így hangulatot teremt. Így tehát van, ez mindenképpen. Hát mindenképpen. Hát mivel ugye ők, amikor annó énekelték és játszották ezt a zenét, a hangulataik kifejezésére használták. Tehát ugye nem véletlenül, hogy egy kicsit azért ilyen borongós, ilyen szomorkás, meg ilyesmi, szóval a témákban is azért általában ezeket a témákat veszik elő. Ez egyáltalán nem véletlen, a történelem folyamán ez így alakult ki. Ennek a mai műsornak és a mai beszélgetésnek a végén azért egy provokatív kérdés hagyd tegyek fel neked, hogy
nagyon sokszor vádolják a blues-t és a blues zenészeket, hogy egy blues zenésznek nem kell annyira tudni zenélni. Elég az, hogyha legalább olyan szinten van, mint én, aki ugye bevallottan nem tudok gitározni. Szóval, hogy igaz ez a vád? Jogos ez a vád? Nem, egyáltalán nem jogos ez a vád. Hát először is az hogy egy zenekar felépítése milyen ritmust ad ki, tehát úgy mondom, hogy egy groove, milyen groove-ot ad ki, hát az is már egy elég bonyolult dolog, tehát minden akinek tökéletesen meg kell találni a helyét abban a dologban, pláne ugye a szólistának, akinek aztán végtelen számú lehetősége van kifejezni a blues motivumokat és a blues érzéseket. Úgyhogy hát ez lehet alapszintű improvizáció is, és lehet egész magas szintű technikai tudással rendelkező, sőt, ugye nem csak tiszta hangszínen játszanak blues-t, hanem ott is van ez a kicsit ilyen overdrive-os, torzítós típikus. Jusson eszembe Gary Moore neve például, aki ezt van. Csodásan. Hát igen, utána bejött ugye a rhythm and blues, és ott már iszonyatosan virtuóz technikával játszottak blues alapú zenéket, úgyhogy egyáltalán nem lebecsülendő műfaj, és ugye azt szokták mondani, hogy aki blues nem játszik jól, az jó jazzzenész sem lehet. Aha. Kedves televízió nézők, nagyon szépen köszönjük önöknek a figyelmet, mi nagyjából ebbe a pozícióba maradunk. Én lehet, hogy cserélek egy zakót, de egy hét múlva hívom önöket, várjuk önöket ide a televízió készülékek mellé, mert hogy folytatjuk tovább a bluesról való diskurzusunkat. Esze Tamással beszélgetünk, és akkor mit szólnál, hogyha jó kis E-blues körünkkel búcsúznánk el a hallgatókat, a televízió nézőktől. Úgyhogy akkor E-blues, az én Setesuta kezeim és a művész Esze Tamás. Köszönjük szépen a figyelmet! Műsor fő támogatója a Gorzium Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, Székesfehérvár, Farkasvermi út 40, www.gorziumiskola.hu.